A következő videóban nem magyar fejlesztésű, de magyarul tudó, magyar nyelvre is lefordított alkalmazásokat szeretnék bemutatni. Ilyen például a Smarter Alarm. Ez egy ébresztő program, ami kissé fel van tuningolva. Állíthatjuk benne a szundi idejét és sok egyéb dolgot. Van előzetes riasztás zenével, valamint, hogyha ezt nem kapcsoljuk be, akkor csak szöveggel ébreszt minket, felolvassa nekünk az adott időjárási információkat, közlekedési információkat, fontosabb híreket, országokra szelektálva, RSS híreket is akár. Egyetlen problémája van neki, hogy hiába teszünk fel akármilyen magyar nyelvi beszédprogramot, csak angolul tudja felolvasni a híreket. Tehát csak azok fogják használni, akik tudnak valamennyire angolul, mert az alkalmazás hiába lett lefordítva, felolvasni csak angolul tud a program. De egyébként ébresztésre kiváló, csak így nem tudják kihasználni teljes mértékben a magyar felhasználók, legalábbis azok, akik nem tudnak tökéletesen angolul. Tulajdonképpen erről sokkal több minden nem szeretnék mondani. Felolvashatja még egyébként a friss e-mailjeinket és egyéb dolgok. Tehát tulajdonképpen az égvilágon mindent felolvas és így ébreszt minket. Zenével is tud ébreszteni, ugye, mint egy normális ébresztőprogram, hogyha az előriasztás engedélyezését bepipáljuk, megadjuk annak hosszát és a riasztás csengő hangját. Ilyen még a timer traffic. Ez szintén nem magyar, csak lehet fordítva. Azonban kiválóan jó program, amit viszont sokan fognak használni véleményem szerint. A lényege az, hogy beállíthatjuk időhöz kötve, hogy mikor váltson a telefonunk rezgőüzemmódra, mikor némára, mikor halkra és hangosra, ahány profilt létrehoztunk attól függően. Ez egy egyszerű program, menüje szintén magyar lett fordítva. Profilokat az új profil létrehozásával hozhatunk létre, valamint szerkeszthetjük a meglévőket is. Hát tulajdonképpen a lényegét elmondtam, beállíthatjuk, hogy milyen időszakonként változzon a telefonkészülékünk a néma, a rezgő, vagy a hangos, vagy a halk üzemmódok között, és mindegyikhez rendelhetünk akár külön csengő hangot, SMS jelzőt, és egyéb extrákat. Több mondani való, ehhez a programhoz sincsen. Ilyen lefordított alkalmazás még a TAP 2, TAP 2, ahogy tetszik. Ez egy mobil internetes parfümérja. Kicsit megtévesztő, ugyanis itt a grafikus információkhoz próbáltam én először bögdösni. Közben itt csak azt írták rá, hogy melyik ikon mit jelent, és a főső ikonokba lehet rákeresni a parfümökre, például a kis nagyító gombocskával. Minint sajnos nem tudjuk sok hasznát venni, és annyira aprók a betűk, hogy nem látjuk, ha csak a betűméreten nem állítunk a szoftverben, mint hekkelés. Tehát tulajdonképpen az egy internetes parfüm volt, amely 4 országban érhető el.
amint láthatjátok is. Az Ötex TV szintén egy nem magyar fejlesztésű, de magyarul is tudó alkalmazás. Ez rögtön szelektálja, hogy Magyarországon vagyunk, tehát magyar televíziókat fogja nekünk behozni, de sajnos egyelőre csak a MTV1 és az MTV2 teletexét ismeri föl. Teletex oldalt fölül válthatunk. És ugrik arra az oldalra, amit beírtunk. Jelenleg én most a műsorra ugrottam, és így olvashatjuk is az MTV-nek a aznap esti műsorát. Látható egyébként mi is, nem tudom a videón mennyire látszik, de simán olvasható méret. Sajnos nem egy Church Super 150 ezer fontos géppel rendelkezem. Így csak ezekkel tudom csinálni a videókat. Makró ma nem nagyon tud videózni, ezért is videózok minél távolabb, de úgy, hogy még látszódjon valami. Ezt azért mondom el, mert többektől olvashattuk vissza, hogy olykor homályosak kegyetlenek a videók. Amennyiben valaki felajánl nekem egy 200 ezeres gépet, nagyon szívesen fogom azzal csinálni utána a videókat. De amíg ez nem történik meg, addig sajnos marad ez. A következő alkalmazás az a Stormwatcher. Ez tulajdonképpen a horvátországi radarkép, amely belát a Dunántúli részre, így figyelhetjük nyáron, vagy akár télen is a csapadék zónák érkezését, mozgását. Na, egy ilyen alkalmazás nagyon kéne Magyarországon is véleményem szerint, ami műholdakat, radarképeket gyűjt egybe. Ez az még az egyik hiánypótlás. További ilyen alkalmazás még, amelyik nem magyar fejlesztés, de tud magyarul. Ilyen például a kis vasútépítős játékunk is, de az majd a magyarul tudó játékoknál lesz bemutatva. Akkor a Cool Reminder-t mutatnám be. Ez egy kiváló emlékeztető program. Rengeteg minden dolgot tud, nem csak annyit, mint a gyári. Rengeteg mindenre állíthatunk be emlékeztetőt is. Van neki vidgetje is, amit szintén kipakoltunk a főképernyőre. Sok mindent nem mondanék el róla, minden magyar, a lefordító nevét sajnos nem tudom, de kiváló munkát végzett. Így nagyon használható program lett azok számára is, akik nem rendelkeznek magas, de még alapfokú angol nyelvtudással sem. Just Picture, az is le van fordítva magyar nyelvre, azt a következő videóban fogunk bemutatni. Ez egy képkezelő alkalmazás. Köszönöm szépen a figyelmet!